Szép napot, jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Gyémesi György a Startban mai első reggeli vendégünk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Aki egyúttal a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, és most igazából ebben a funkciójában hívtuk azzal a hírrel kapcsolatban, hogy a kormány minden település hátramaradt adósságával kezd valamit. A nagy részét átvállalja, összesen mintegy 420 milliárd forint értékben, már azoktól, akiktől átvállalhatónak látja. Erről majd mindjárt beszélünk, hogy hol van ennek a határvonala. Ezt most üdvözlik? Én tulajdonképpen az adósságkonszolidációval kapcsolatosan mindig elmondtam, hogy ez egy nagyon jó dolog és jó irány, hiszen a rendszerből kikerült az elmúlt 10 esztendőben, most már több mint 10 esztendőben, több mint 1200 milliárd forint, és ennek valamilyen formában ez egy úgy tekinthető, hogy visszapótlása. Ez a pénz nem egyszer áll rendelkezésre, azért ezt tudni kell, hiszen ezek az adósságok, ezek kötvények formájában keletkeztek, 15-20 éves lejáratú kötvényekben, tehát éves viszonylatban ez gyakorlatilag az első konszolidációnál, amilyen 6 és 700 milliárd forint közötti volt, ott jelentett egy olyan 40-50 milliárd közötti éves megtakarítási lehetőséget összességében az önkati szektorban, és ez a másik most megint egy ilyen 40 milliárd megtakarítási lehetőséget jelent a települések számára. Ugye a múltkori, az előző konszolidációnál az 5000 lakos alatti településeknél minden adósságot átvállalt. Egyébként ez egy nagyon jó dolog volt, mert ott nagyon megfulladtak volna az adósságtól a települések. A többinél pedig 40-70% között vállalt át az adósságból, és most egy második ütemben ezt konszolidálja. És van még 1200 település, amelyik nem kapott. Semmit. Most még egy picit, mindenki nincs tisztában ez az egész adósságkonszolidációval. Korábban is elmondtam, hogy azt gondolom, hogy az nem lett volna szerencsétlen dolog, hogy az egész konszolidáció előtt egy átvilágítás történik, hogy ki miért vette fel az adósságot, miért keletkezett ez a probléma a településen, ha olyanra vette fel, ami fejlesztés, ami kiadást csökkentett, bevételt növelt, kötelező feladatellátási szükséges fejlesztés, pályázati önrész volt, az mind rendben volt, hiszen ha kikerül a rendszerből pénz, a települések nem tudtak más irányba menni, mondjuk a pályázatok tekintetében, mint hitelt vesznek fel. De azért voltak olyan jellegű hitelfelvételek, ami nyilván megkérdőjelezte volna annak az egyszerű konszolidációt. De én ebben most már nem kívánok belemenni, ez a hajó elment. Az, hogy a rendszerbe visszakerül ennyi összeg, ez egy nagyon jó dolog, és az is egy jó, el kell mondjam, hogy ezt most fejlesztésekre lehet felhasználni, illetve a helyi gazdaság fejlesztésére. Ha ez jól össze lesz rakva, akkor azt gondolom, hogy ha nem is nagy hátszeret, de alulról egy nagyon komoly hátszeret kaphat egy nagyon komoly közép-kis gazdaság, közép-kis vállalkozó fejlesztési program. Azt azért tudni kell, és megint menjünk vissza a 2013-as és a 14-es költségvetésre. A 13-as költségvetés az új finanszírozási rendszeren keresztül átrendezte a sorokat az önkormányzati feladatok és az önkormányzati források tekintetében. Többször beszéltünk ebben a műsorban is, hogy 2013-ban az átvett feladatok, az állam által átvett feladatokhoz szükséges forrásoknál többet vett ki a rendszerből. Többen azt mondják, hogy ez 150 milliárd, a belügyminisztérium is elismert 40-50 milliárdot, ezt próbálja most bepótolni. Én azt mondom, hogy 80 és 100 között van az igazság. Tehát, hogyha azt veszük, hogy a 2013-as költségvetésben a korábbinál kevesebb került a rendszerbe, akkor az adósságkonszolidáció, és így kötődik össze a két rendszer, első üteme gyakorlatilag egy forrás visszapótlást jelenthetett a települések számára, igaz, nem mindenki számára, hanem azok számára, akiknél az adósság megvolt, és most ez a második ütem szintén ezt a mínuszt rendezheti tulajdonképpen, amit fejlesztési célokra kell felhasználni. Az eredeti kérdés is az a lényeg, hogy azok a települések, akik nem kaptak, akiknek nem volt adósságuk és nem vettek részt a konszolidációban, ezek lehetnek közel 1000-en, 600-an, 700-an szerintem körülbelül, azoknak pedig a 2014-es költségvetésben van egy 10 milliárd forintos keret, amit csak ők pályázhatnak meg, hogy azt milyen formában használhatják föl, arról még nincs információnk, de a mostani tervezetben ez benne. Hát állítólag fejlesztésekre fordíthatják önrészben. Igen, ők is fejlesztésekre. Nélkül, ami azt gondolom, hogy jó dolog. Nagyon sokat ostorozta ezt a kormányt azzal, hogy hogyan alakítja át az önkormányzatok felelősségét, feladatköreit, ahhoz szükséges forrásokat. Itt most 2014 az utolsó jelen kormányt érintő kormányzati év előtt úgy látja, hogy végül is egy működő rendszert állítottak össze?
Én azt gondolom, hogy a feladatok átcsoportosításánál továbbra sem az a típusú megoldás született, ami akár a Magyar Önkéntesek Szövetség, akár jó magam nagyonak tartok. Én az a közoktatás államosítását ezt nagyon rossznak tartom, ezt elmondtam korábban, és meg is vannak ennek a következményei. A mostani közoktatási rendszerben ez egyébként látszik. Az, hogy ennek a hangjai nem mindig hallatszanak el nagyon magasra, annak megvan az oka, hiszen itt már van egy függőségi viszony a pedagógus társadalom és a munkáltató, fenntartó állam között, ami nyilván bizonyos veszélyhelyzeteket jelenthet az egzisztenciák szempontjából. Nagyon diplomatikusan fogalmaztam, de szerintem ezt mindenki érti. Félnek a pedagógusok. Hát mondhatjuk ezt. Én ezt nagyon rossznak tartom, és nem politikai szempontból, hanem a feladat megvalósítása, feladat végrehajtása szempontjából. Az alapfokoktatásnak, mert ugye az is egy jeles kérdés volt. Az egészségügynek a kórházak tekintetében, ez egy nagyon átlátható, én orvosként, aki dolgoztam 10 évet kórházban, azt gondolom, hogy ez nem lett volna egy rossz irány. Az egy más kérdés, hogy nem oldódtak meg a problémák. Tehát az, hogy egy kézben van az egész rendszer, egy olyan hierarchikusan felépített rendszerben, mint az egészségügy, az egy óriási lehetőséget teremtett az állam számára, hogy végre egyszer ezt jól megszervezze. Én, ahogy látom, bár ez most már messze nem önkormányzati feladat, én, ahogy látom, részben orvosként, részben politikával foglalkozóként, ezt nagyon rosszul hajtotta végre. Nincs megoldva az a kérdés, hogy a finanszírozás, a működés, a szerkezete, a hatékonyság hogy működik. Mondták azt is hajdanában, ön is talán, hogy kiürítik az önkormányzatokat, tehát a régi tanácsi rendszerhez hasonlatos végrehajtó hivatallá válnak, és semmi több. Ez mennyire lett igaz? Ha azt vesszük, hogy a feladatok tekintetében milyen feladatok maradtak, azt gondolom, hogy jóval kisebb súlya van az önkormányzatoknak, mint korábban. Ez azért hiba, mert a helyi közösségnek is van ereje, a helyi közösség választott testülete nagyon sok feladatot meg tud valósítani. Az állam magára húzza ezeket a feladatokat, nem fogja tudni jól megoldani, egyrészt mert nincs apparátusa, másrészt meg nincsenek meg azok az érzékenységi pontjai a rendszernek, ami helyben megvan. És ez így most azt eredményezi, hogy egy csomó olyan feladat átkerült az államhoz, amit helyben biztos, hogy jobban meg lehetett volna oldani. Lehet vitatkozni például, hogy most a járási hivatalok és az államigazgatás egyszerkezetben való megvalósítása az állam kezében észszerűbbnek tűnik, hiszen a szerkezet részei összekapcsolódnak. Mégis úgy látom, hogy a hatékonysága messze nem olyan, mint korábban volt, és a lakossági érzékenysége nem olyan. És van egy nagyon fontos szempont, amit én korábban is elmondtam, és most is fönntartok. Ez a politika függőség, amit elmondtunk. A helyben a helyi társadalmi kontroll azért nem pártpolitika függő. A helyi társadalmi kontroll érzékeny, rögtön jelzi azt, hogyha mondjuk a gyárasi hivatalban egy személyigazolvány kiadásánál gond van. A másik fenntartási kérdés, hogyha ez közvetlenül az államhoz, és ma a túlpolitizált államhoz tartozik, akkor komoly politikai függőség alakulhat ki a feladat végrehajtás tekintetében is, hiszen a politikának kíván megfelelni, és mondjuk nem a helyi társadalomnak. Ezek államberendezkedési kérdések. Ez korábban nem volt, hát hiszen a polgármesterek eddig is jelentős rész, legalábbis a nagyobb településeken pártokhoz köthetők voltak. A kisebb településeken volt a sok független jellemző. 2400 olyan település van, ahol a polgármester egyik párthoz sem kötődik, se közvetve, se közvetlenül. Hát a támogatás is azért valamilyen módon az emberek fejében ezt szokta jelenteni. A nagyobb településeknél nyilván így van. Nyilván a nagyobb településeken lakik a lakosság egy jelentős része. Ott különösen a főváros kerületek, megyei jugovárosok és a megyék elég politika függőek, de azért az országnak van másik része is, és azért azt gondolom, hogy a feladatok ellátásához, még ha önkormányzati szinten van, a polgármester nem politikusként fog hozzá, hiszen neki a teljes település lakosságát kell ellátni, ott nem azt jelenti, hogy egyik piros, a másik zöld, a harmadik sárga, és akkor ennek biztosítok személyigazolványt, vagy annak nem. Neki jól kell szolgáltatnia. Itt a szakember függhet a politikától, és az azért nagyon nagy baj, mert az mindenféle olyan irányokat vethet a közigazgatási szakmában, ami nem szakmai megoldásokat fog eredményezni, politikai szerintem megoldásokat. Szerintem ezt értjük. Azt mondják, hogy jövő évi költségvetés szétlobbizzák a parlamentben ülő polgármesterek. Meg azt is mondják, hogy na ugye, ezért kell szétválasztani a két dolgot, és milyen helyes a következő ciklusban a parlamentben már nem lesznek polgármesterek. Ez jellemző volt mindig, hogy az érdekérvényesítés pártokon belül ennyire erős? Hát a polgármester urak, hölgyek, most lehet, hogy meg fognak rám haragudni, akik a parlamentben vannak, olyan erős érdekérvényesítőek lettek volna, akkor nem történt meg volna.
akkor nem történt volna ilyen formában a rendszer átalakítása, hogy ilyen formában legyengül, és eljelentéktelenedik az önkati rendszer. Tehát én úgy érzem, hogy a polgármesteri lobby a parlamentben az elmúlt 4 esztendőben nem volt túl erős. Az egy más kérdés, hogy a kormányzati és a politikai szándékok még erőteljesebb önkormányzatok háttérbe szorítási irányát azt talán vissza tudták szorítani bizonyos tekintetben, illetve én úgy látom, hogy a parlamenti polgármesteri lobby elsősorban a saját maga érdekkörét igyekszik kondicionálni, és az egész önkormányzati települését, ami egyébként nem bűn magát, tehát a települését nyilván, ez nem bűnfélretés, ne essék, tehát az egy jó dolog, csak a magáról az önkati rendszerről általánosságban stratégiailag elfeledkeztek. És ez ott érhető tetten, hogy az önkormányzati érdekérvényesítésről nem gondoskodtak. Le fog járni a parlamenti ciklus, a kétharmados többség, és nincs helyre téve az egyensúly az önkormányzati érdekérvényesítés, mert kikerülnek polgármesterek a parlamentből, és onnantól kezdve még hozzá sem fognak tudni szólni a törvényekhez. Ahelyett, hogy azok a megoldásokat, például a Magyar Önkormányzati Szövetsége javasolt, hogy kialakuljon egy jó önkormányzati szövetségi rendszer, kamara, bárminek lehet ezt nevezni, de hogy az egyensúlyok fenntartása érdekében kialakulhatott volna egy ilyen rendszer, az vitathatatlan, ez nem alakult ki, és innentől kezdve a politika erőteljesen tud játszani ezzel a szektorral, ami nem jó. Jövőre a 7. polgármesteri ciklusára készül, hogyha megválasztják Gödöllő polgárai. Nyugodtan elmondhatom mindezt, mert parlamentben nem akar kerülni, de előkerült, hogy hát lenne esetleg miniszterelnök néhány ellenzéki véleményformáló ötlete alapján. Ezt ön cáfolta. Pártja sem lesz, miniszterelnök sem lesz. Én most az önkormányzat Tommal szeretnék foglalkozni, Gödöllővel, ezt elmondtam, azt szeretném továbbépíteni, az újjáépítés folyamatát folytatni. Az nem azt jelenti, hogy soha az életben nem szeretnék nagypolitikával foglalkozni, mert egy izgalmas dolog, de mégis úgy látom, most a nagypolitika hihetetlen nagy, hogy ne legyek bántó megint senkivel, egy színes kavalkád, maradjunk ennyibe, és akkor nagyon, nagyon, nagyon finom és diplomatikus voltam. Jobb ettől távol lenni most? Én azt gondolom, hogy az én típusú embereknek az én mentalitásommal ettől most jobb távol maradni, és a lokális közösséget építeni. De közben meg azt mondják, hogy pont az önhöz hasonló emberek kellenének, hogy ezt az egészet egy kicsit rendezzék a nagy politikában. Hogyha távol maradnak, akkor ez megy, amerre akar. Nem megy, amerre akar. Én azt gondolom, hogy ezek az irányok sajnos kódoltak a különféle cselekmények következtében, de erről hosszabban lehetne majd beszélgetni, és megint csak inkább stratégiai szemüvegen keresztül, és nem bántóan egyik vagy a másik oldalt bántva. Én azt gondolom, hogy a lokális közösségek mindig voltak, mindig vannak és mindig lesznek. Azoknak az építésének itt van az ideje, ott lehet tevékenykedni, és azoknak a megerősítése, a maradék feladatrendszerben megerősítése hihetetlenül jól képezhető egy későbbi jó erős állam alapjait. Egy mondat elég, azért hadd rángassam bele az aktuál politikába. Steiner-Per MSZP-s országgyűlési képviselő tegnap reggel itt ült, és azt mondta, hogy Rogán Antalnak, mint általában a polgármestereknek, nincs lehetőségük arra, hogyha valaki egy szobrot állít, legyen az Horthy, legyen Szálasi, Hitler, bárki, akkor azt megakadályozzák, hogyha nem közterületen van. Ez így van? Teljesen tehetetlenek? Igen. Ez jogszabályt kellene alkotni, és hát azért ez a parlament gyorsan tud jogszabályokat alkotni, tehát ennek nincsen azért, ez annyira nem lehetetlen, csak hát nyilván az megint szándékkérdés. Tehát hiába ön a polgármester, Gödöllőn is előfordulhat. Ha magánterületen van, én oda nem mehetek be. Nem csak ez ügyben, ha ott van egy kupac szemét, és patkányok rohangálnak, akkor is nagyon-nagyon korlátozott hát a lehetőség. Ott a közegészségügybe lép. Így van. Hát lehet, hogy ilyen szobrok ügyében is őket kéne talán hívni. Na jó. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen.